Halihó mindenkinek, azért gyűltünk itt össze, hogy bemutassuk a Nyugati Királyság lovagjait. Ebben már nem kifejezetten építkezni fogunk, hanem megpróbáljuk majd megvédeni mindazt, amit megépítettünk. De ez csak egy unboxing videó, így hát ízelítésképpen megmutatjuk, hogy mit is tartalmaz a játék önmagában valójában. Szóval, precíziósan úgy szoktuk felbontani a társasjátékokat, hogy szépen óvatosan megvágjuk az oldalát, és akkor utána majd a tetején szépen vissza lehet rá hajtogatni és ragasztani a fóliát, és így például a doboz nem lesz polckopott, majd várj egy kicsit, mutatom ezt, hogy ez így jobb lesz. Így nagyobb élmény egyébként a doboz bontása. Igen, ez a legjobb része. Az új társas játékok illata. Nos, a játék rendkívül sok komponenssel rendelkezik, mint ahogy tudhatjuk, lesznek majd benne fedrítők, harcosok, lovagok, papok, szaracének, mindenféle ellenségeink, és természetesen a hozzájuk való ellátmányaink. Mint például cuki pici csupraink, amikből majd tudunk különbözőféle úton, módon élményeket biztosítani lovagjainknak, lesznek erődeink, házaink, termelőhelyeink. Ha kipattok, többet felfizom. Ez a legjobb részét társas játék, mert jó, hogy rám bízod. Ő lesz majd egy kezdőjátékos jelölünk. Aztán vannak itt ellátmányaink, szám szerint egyébként 40 darab. Úgyhogy 40 darab patoltatni valónk lesz majd, mármint nekem, nem neked. Van 50 ezüstérménk is majd. Itt a játéktáblát. Van belőle egy pár, amúgy 4 játéktábla van belőle, meg még 2 ilyen. Ami nagyon király, van egy nagyon cuki kezdőjátékos előlünk, pici tekercsünk. Nem fogja megmondani, hogy hová tűntek a holtengeriek, de arra kiváló segítséggel fog szolgálni, hogy átvezessen minket emevészterhes nehéz időkön. Pici előseink, pici műhelyeink és pici katonáink lesznek segítséggel arra, hogy megvédjük birodalmunkat a ráveselkedő veszélyektől. Lesznek továbbá szerzeteseink, nagyon-nagyon cuki papjaink. És hát igen, ezt nagyon kár lenne kihagyni, de nálunk lesz az összes fekete szerzetes. Kapunk két oldalas játéktáblákat, egy személyes és több személyes játékvariánsainkhoz, melyek majd megmutatják, hogy hogyan fogjuk tudni meghódítani, meggyilkolni, leigázni, megvédeni, illetőlegesen megtéríteni állaggasztribék ellenségeinket. És így láthatóak lovagjaink, harcosaink, felderítőink, kik segítségünkre lesznek majd eme vészterhes időinkben. Felderítőink között találhatóak majd ijászok, különleges képességű embereink, mindenféle zsoldosaink és távoli, keleti és egzotikus harcosaink. Továbbá lesznek lovagjaink, akik segítségünkre lesznek. Nagy előnye a játéknak, hogy minden lovagunknak saját neve lesz, úgyhogy bele tudjuk élni magunkat, hogy milyen is egy igazi uralkodó vezéregyéniségnek lenni. És Imlám, kedvenc lovagunk? Otto. Tudnélékű lesz majd későbbiekben első nagy Otto, ki majd megalapítja a német-római császárságot. Ím néhány kalandorunk, és ím néhány banditánk, akiknek felbérlési költsége nem lesz túl tisztességes. Lesznek majd falkártyáink, lesznek ezen kívül adósságkártyáink, hiszen ki gondolta volna, hogy az inkvizíció az pénzbe került. Gyanúkártyák is lesznek a játékban. Aztán lesznek még tervkártyáink, de a legfontosabbakat a végére rajtuk, hiszen középkori életben a közösség, illetve hol máshol, hanem a kocsmában zajlott. És egyébként még vannak királyi kegykártyáink is. Cuki, zöldek meg pirosak.
jó játékot!